Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma augusztus 13-án, és örülök, hogy velem tartasz. Mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és élvezd a kristály hangtál rezgését, és amikor a kártyákat keverni fogom, küldd el gondolatban a kérdéseidet, ami most téged foglalkoztat, ami most te neked pontosan a szerelembe aktuális. Hújj be, légy szíves a szem! Koncentrálj a lélektársadra, mit gondol, ha rád gondol, mit érez, hogyha rád gondol, és mi a meglehető következő lépés az irányodba ma. Koncentrálj. Mint ahogy látod, az utolsó kártya kijött a lovag. Az azt jelenti, hogy igen, valami megindul, valami fejlődni fog, valami mozdulatba lendül az egész. A lovag az mindig gyors, gyors változást is szimbolizál, szóval, hogy gyors változás van itten, és... Hát igen, hogy valami beindul most per pillanat. Mint ahogy látod, itt egy nagy szerepet játszik, ha rád gondol, hogy ő hű hozzád, a lelki oldalán hű hozzád, és szeretne neked egy levelet írni, a szerelmét megmondani, a szív útját irányadba indulni, vagy egy döntést hozni irányodba, mint ahogy látod itt a piros rózsa, ha rád gondol, ez mind a fejébe, ezek mind a gondolatai, amit foglalkoztatják. A szívébe érzi nagyon ezt a vonzalmat, valamint érzi a szívébe, szintén, mint ahogy látod, érzi a szívébe, hogy te vagy a lélektársa, valamint látod itt a maszkot, még hogy nem egész őszinte, hogy valamit még titokzatos, valamit még elrejt előtted, mint ahogy látod, maszkot hord itt irányodba. Hogy fog tovább alakulni? Hát még úgy látom, hogy egy kicsit blokkol van ez az új kezdet, és ő téged figyel, lehet, hogy külsőleg figyel, vagy Facebookon figyel, vagy pedig követ valami módon, vagy pedig mindig a házad előtt elmegy, hogy otthon vagy, nem vagy otthon, szóval nagyon figyelet alatt tart tégedet, valami módon itt az új kezdet, de ez még egy kicsit blokkolva van ez az egész, de beindul valami, mert nagyon-nagyon erős a vonzalom irántad, mint ahogy látod. És nézzük csak az Oracle, the Indian Götter, ez az indiai istenek kártyái. Kérünk egy kártyát neki, hogy melyik kártya jön neki mára ki, mi az üzenet neki mára a lélektársadnak, és kijött a választás, a vál, hogy választ, a választ, hogy tudjál választani, az jött neki mára ki, és megkérdezzük még a Réka kártyákat a hetedik felhőn, melyik angyal kíséri most őtet a mai napon.
Látjátok, ez ilyen felhős kártyák, ezek az én kártyáim, de szintén lefordítom nektek, ez is német kártya. Koncentrálj, na ez a kártya akart kijönni hozzám ma, és az jött ki, hogy a harmónia. A harmónia angyala kíséri ma, hogy engedj meg magadnak időt és helyet, hogy harmóniát teremts magadnak, teremts csöndöt magadnak, vagy csendet magadnak, és érezd, hogy mit mond neked a szíved és a lelked, és érezd bele abba, hogy mit mond neked a belső hangod, mi jön neked föl a szívedből. Na ez a harmónia, ezt mondja az angyal neki valami módon. Remélem, el tudtad fogadni, rezonáltál vele, ez a lélektársadra pont neked most bejön mára, és hogyha így volt, nagyon örülök, hogyha videómat lájkoljátok, és még annál jobban örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartotok. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, sziasztok, Valéria!